A mostani alkalommal a sokatok által kért Kalumbon Mogert hoztam, már róla volt többször is szó. Mit kell róla tudni? Megjelent Magyarország legelső étrendtervező, kalóriaszámláló és recept elkészítő applikációja az iFoodie, illetve személyedző applikációnk is az iTrainer. Töltsd le őket most! Kalumbon Moger egy 1990-es születésű ausztrál testépítő, egy elég ismert testépítőről beszélünk. Na most ő egy fitness influencer is egyben, több milliós követő táborral, sokan csak Arnold hasonmásaként ismerik, rengeteg testépítő verseny nyert, és én nekem is volt szerencsém vele találkozni, még talán a második versenyemen. Csináltunk közös képet is, tök jó fej srácnak gondolom. Brutális fizikumot épített fel, és viszont az elmúlt pár évben már csak a fokozatos leépülését láthattuk. Sok videót csináltam már róla, rengeteg sportsérülést szenvedett, kezdve egy faszakis biceps szakadással, ami Chris Bumstead-del csinált, ugye felemeltek ketten egy egyenes rudat, nem is tudom mennyi kiló volt rajta, de hogy szórakoztak itt a súlyemelésre, és el is szakadt neki a bicepsze, aztán pedig hegymászásnál eltörte a lábát, és így tovább mély depresszióba esett, amiből nem igazán tudott kilábalni, mert hát nem űzhette a sportot, nem versenyezhetett. Próbálkozott amúgy kisebb-nagyobb visszatérésre, de nem igazán sikerült neki, már nem úgy volt, már nem úgy nézett ki, már nem úgy működött az izma, mint azelőtt, és ezt én úgy gondolom, hogy nehezen is fogadta el. Végül pedig hát öngyilkosságot kísérelt meg, mikor kiugrott a házában lévő első emeleti üvegen keresztül, utána kómába került, és hát ugye életveszélyes sérülést szenvedett, tehát mondhatni, hogy az életéért küzdött hónapokon át. Úgy látom, amióta a fizikuma elkezdett leépülni, ugye a sérülések véget nem találja a helyét, és ugye ezt az se segítette, hogy az öccse elhunyt egy pár hónappal ezelőtt, szintén padlóra tette, hát úgy érzi, már nem élvezi, amit csinál, vagyis csinált úgymond a testépítést, versenyeket, olyan, mintha csak egy karaktert játszott volna, és sosem lett volna önmaga igazán. Most a helyét keresi, és nem tudja, mit csinál, merre menjen, kihez forduljon, vagy nem tudja, hogy ez az élet célját. Nem tudja az élet célját, neki kellene ugye ezt kideríteni, más ebben sajnos nem segíthet. Ez szintén nehéz elfogadni a magát a sérülések miatt, ugye izmai leépültek, mint említettem, így önbizalma is oda lett, tehát nehezen fogadja el, hogy már nem lehet az, mint régen. Így új utat kell keresnie jelenleg, már nem találja az egyensúlyt sem a munkában, sem az életében, és nem egy videóban ugye szó esett arról, hogy neki van egy 3 éves fia is az egyik hölgytől, akit eddig nem látott, csak tudja, hogy van a fia, és úgy gondolja most, hogy ő neki ebbe energiát kell fektetni, meg ő szeretne energiát fektetni, szóval mondhatni, hogy most a fókusza úgy néz ki, hogy a 3 éves fiának a felkeresése, megkeresése és felnevelése mellett fog szólni. Úgyhogy ő szeretne ugye elmenni a fiához Kaliforniába. Jelenleg terve az, hogy több időt töltsön vele. Úgy látom, hogy ez a sérülés, leépülés rávezette arra, hogy nem csak a testépítés létezik, nem csak az edzés létezik a világon, és inkább egy kissé spirituális útra terelte Kalumot. Ezt látom én, nem feltétlenül rossz dolog ez, majd lehet, hogy később rá fog jönni, hogy ez miért történt, vagy miért alakult így az élete. Szerintem, tehát lehet az tényleg, hogy túlságosan nagy volt ugye a fókusz ugye a testépítésen, edzésen, és azért nem teljesen ezt szánta neki, vagy nem ezt az utat szánta neki. Úgyhogy szerintem szépen lassan, nem azt mondom, hogy el fog indulni egy teljesen más úton, vagy útvonalon. Megmarad neki ez a fitness influencerkedés, de már úgymond ilyen hobbi szinten fogja szerintem ezt csinálni. Versenyezni már nem fog, én azt gondolom. Fizikumát vissza már nem fogja építeni. Új utat fog találni, és apukaként fogja az életét alakítani. Úgymond szerintem lesz egy családja, vagy visszamegy ehhez a hölgyhöz. A lényeg, hogy a fiát szerintem fel fogja nevelni, és a fia lesz az elsődleges fókusza az életében. Mert már pénze van elegendő, tehát hogy már a karrierjét megcsinálta, de lehet nyilvánvalóan, hogy tévedek. Én azt gondolom, hogy a pénzzel nagyon gondja már neki nem lesz, de
azt a kalomot, mint régen, ahogy megismertük, ezt már nem fogjuk látni. Ezt el kell fogadni az életben, minden változik, mindenki változik, semmi sem állandó. Úgyhogy én ezt gondolom, szerintem ez nem egy rossz dolog, ami vele történt, hogyha úgy nézzük, hogy spirituális úton elindult, és ugye fejlődésnek indult, szerintem egy talán az Úr egy jobb útra akarja őt terelni, úgyhogy ez az én véleményem róla, de írjátok le ti is, hogy mit gondoltok, és nyugodtan kommentbe írjátok le, hogy ki legyen a következő testépítő, vagy súlyemelő, vagy személy, akiről szeretnétek videót látni. Már egy párat kaptam ide a komment szekcióba az előző videónál, azokat nem mondom mindet, de egyet-egyet még megcsinálok. Viszont ugyanúgy várom ide is a kommenteket, és aki szeretne segítséget test átalakulásban, online edzésben, weboldalamat itt találja, atpp.hu, vagy ha kérdése van, nem tudja eldönteni, hogy szálkásítson-e, fogyjon, tömegeljen, izmot építsen, mit csináljon, küldjön egy e-mailt nekem az atpp.team@gmail.com-ra, illetve aki szeretné kipróbálni a személyi edzői applikációmat, az iTrainert, az töltse le, van egy 7 napos ingyenes verzió, ezt itt találja, illetve van egy étrendtervező, recept elkészítő applikációm, az iFood, amit szintén itt talál, ami megtanítja főzni nulláról mondhatni, és vannak könnyebben elkészíthető receptek, bonyolultabban elkészíthető receptek, úgyhogy aki gondolja, szintén próbálja ki, 7 napos ingyenes verzió is van hozzá. Köszönöm szépen a figyelmet, következő héten egy hasonló videóval fogok érkezni, addig is, peace!